Kedves gyülekezet, most a legfiatalabb. Szeretnék néhány dolgot elmondani. Ugye, hogyha valamit kap az ember, akkor örül neki, és meg is szokta köszönni. Ugye, te is meg szoktad köszönni, hogyha kapsz valamit. Még az állatok is megköszönik. Nemrégen olvastam róla, hogy egy... Ó, hát tudom, hogy szereted a meglepetést, és azt is majd megkapod, hogyha jól viselkedsz, és meg is köszönöd, igaz? Na, most ugye az állatokra visszatérve, szerinted az állatok hogyan köszönik meg, hogyha valamit kapnak, vagy valaki segít rajtuk? Nem tudnak beszélni. Akkor hogyan köszönik meg? Meg szokták köszönni. Igen, valamilyen hangot adnak, vagy valahogy kifejezik. Nemrégen olvastam, hogy egy bálna belekeveredett egy nagyon ilyen, mondjam, kemény ilyen halászhálóba, amiből nem tud megszabadulni. És már ott vergődött benne, egy hatalmas állat a bálna, ugye? És akkor oda mentek hozzá hajósok, pedig hogyha egyet csap a farkával a bálna, akkor vége azoknak az embereknek, mert akkora hullámokat tud kavarni, és csöndben végig tűrte, ahogyan leszedték róla, levantosták ezt a hálót, és amikor megszabadult, akkor így körbeúzta őket, és még így az orrát, a fejét is oda dugta, egy kicsit úgy oda simult ahhoz a halászhoz, aki segített rajta. Ő nem tudott beszélni, meg hangot kiadni sem nagyon, ugye bálnák, de mégis megköszönte az embereknek, hogy segítettek rajta. Az emberek viszont nem mindig fejezik ki azt, hogy hálásak, meg hogy megköszönik, mert van olyan történet a Bibliában, hogy az Úr Jézus meggyógyított 10 leprás embert, 10-et. És tudod, hogy a 10 közül hány jött vissza megköszönni neki? Három. Na, hát az jó lett volna, képzeld, de még nem is kevés, de képzeld el, hogy csak egy. 10 közül egy. Ez elég szomorú, és az Úr Jézus szomorú is volt, azt mondta utána, hogy hát a 9 hol van? Nem 10-en gyógyultak meg? És a többinek nem jutott eszébe, hogy megköszönje. Hát ő is szomorú akkor, hogyha valamiért mi nem mondunk köszönetet neki. Úgyhogy erre is gondolj, hogy nem csak azoknak az embereknek kell megköszönni, akiktől kapsz valami jót, hanem a legtöbb jót azt a Jóistentől kapjuk, ugye? Még az ételünket is, mert lehet, hogy anya főzi meg, de miből főzi? Hát amit a Jóisten adott, nem? De igen, növényekből. Na, és az honnan van? Ki teremtette a növényeket? Jóisten. Hát akkor őnek is meg kell köszönni, hogy van mit ennünk, ugye? Hát ne felejtsd el akkor embereknek is, hát a Jóistennek is megköszönni mindazt, amit kaptál, meg kapni fogsz ezután is, jó? Akkor köszönöm, hogy figyeltél.